Ez az út, ugyanakkor ott volt. És itt nem voltak, kicsikét távolabb szőlők. Valak is. Voltak. És most, mit lehet látni? Nem más, mint ezek a takarmány növények. Szóval buza, kukorica, napraforgó. Kicsikét is lehet nézni. Közben fókuszálni a szemnek, élesíteni a szemed, a látást. Kettő kamerával van felvéve. Kicsikét zoomolok. Nem lehet más itt a nap. És akkor itt vannak, itt vannak. Paréva. Ez régebben nem volt ennyi parése. Kapálták. Volt a köznép, munkásréteg, akik nagyba kapáltak. És mozogtak. Dolguk nem volt. Nekük tudták, hogy az a dolgok, az alfoglalkozásuk, a kapálás. Nem úgy, mint mostanában, hogy külön jogokat kapnak. Külön réteg jött létre, a munkás, iparos réteg, akik kívánják, minél nagyobb szociális rétegbe tartozik, az vesz magának kurvákat, ugye ilyen gyári munkások is, valósabban, mi bűnének megint ilyen webkamerások, vagy a sima modellek, nem modell, hanem ilyen felnőtt tartalmú videókészítői, a sok szociális munkásból. Olyanok, akik képesek adni pénzt. Másé, lássanak. Most el kell azt képzelni, mert 2000-es évek elején, vagy inkább az 1980-as évek elején milyen nagy üzlet lehetett. Külön VHS kazettákat átmásolgatni, DVD-ket, színészkedések. És most nem kell annyira. Most olyan romlott a munkásnak az agya, hogy a sima fölvételet meg tud elégenni, nem film, nem csak jelenet van benne. Veszíti az értékeket. Vannak ilyen ingyenes pornó oldalak, olyan videók kerülnek föl, ahol nincsen se a színész kiutasztatva. Egyszerűen levetkőzik. Megerőszakolja másokat. És a köznév meg tud abban a gyenge minőséggel elégenni. Arról van szó, hogy nem csak ebben, ez csak egy példa volt. Máshol is ugyanez a kialakult, nem mondok munkásszavat, kialakult tény, hogy gyenge minőséggel meg tudnak elégenni. Ez van, elfogadva. Erre voltál képes, hogy te nézed az oktatási sziopapa rendszerben a tévét, a rajzfilmeket, a Disney rajzfilmeket. Mindenki tudja, az egyik legkárosítóbb cég. Annál károsítóbbak nincsenek, mint a Disney. És vannak, lesznek, mai napig is, akik ezt a tényt. És mostan, még az elején megmondtam azt, régebben voltak rétegeződések, voltak ilyen, akik csak kapáltak, vagyis jöttek felszenni a kukoricát, kukoricaszedők. És mai napon
azok kaptak külön jogokat. Ők egy megbecsült réteghez tartoznak. Komoly gondok vannak. És nem veszük észre azt, vagy tudatában is vannak, nem szeretnék ők. Megszokták már a sziopata ofónőnek a tanításait, és belenyugodtak. Itt az ofónő mond, annak úgy kell lennie. Nagyon fontos, hogy úgy legyen, máshogyan nem bír lenni. Nem szabad. Fel. Példákat! Nem szabad, hogy a fele feneket ki legyen, így mindig fel kellett húzni a nadrágot. Hogy én rámerte erőszakolni azt, hogy húzzam fel a nadrágomat, tisztára megsértette az egyéni jogaimat. Vannak ilyenek, szoktak lenni. Vannak is, mai napig is. Ez a videónak a témája. Csikét megállok. Rázumolok a kukoricára. És itt látszik, hogy vannak ilyen kukoricák. Növények. Haszon növények. Neki tudja azt, hogy a hús egészségtelen. Na, állatos enni a vírusos időszakban, mai napon. Arról is lesz még szó, de egyszerűen nem lehet eztet nézni valami gulambok szállnak, hogy ami történt. Az történt meg, hogy az ördög mindent megtesz, ne legyenek ilyen jellegű videók. Számomra az ördög, több ördögről beszélek, hiszen a legnagyobb ördög az egyház. Valaki azon el tudott gondolkodni, hogy a nagy hittérítés alatt mennyi sokat megszülötteket lemészároltak, legyilkoltak. De ez nincs róluk. Abszolút. Megemlítve voltak ezek az új kontinensek, Amerika. Mészároltak. Én tudom azt, hogy ez az már bukni kezd. A bukott hit felé nem kell hajolni. Meg csak úgy mondtam. Az mondtam ezt, mert ott van az, hogy vannak a vitekeződések, nem a megértés, meg a szeretet,
inkább a történelem alapján 2021 óta az alap a rétegeződés. Vannak munkások, köznév. Van különböző 6-7 réteg. Történt! Az megtörtént. Túl sok megint a szó ismétlés. Nincsen annyi szó kincsem. Azért nincsen, mert ez a sok büdös kis munkás próbálnak felé hajtani. Meghajolni. Előttük van ez az alapnorma, munkás norma. Szerintük más norma nincsen. Nem szabad, nem. Nagyon félek, nagyon. Nagyon mindentől. És itt meg is lehet állni, kicsikét körülnézni. Látszik ilyen fasor, sorok. Csak a föld is, ami van. És ezt lett én már 2 vagy 3 évvel ezelőtt is más minőségű felvételek lettek volna, de vagy nem lettek, letvéve egy ütös munkás logikával vett telefon, semmi értelme nincsen ilyen androidos telefonnak, ki tudja mennyien kémkednek. Aki szerint a legjobb ilyen telefonon állt, végezni ilyen bankot, fizetéseket, pénzeket összeadni, szerintem egyik legrosszabb választás. Már nem úgy van, mint régen volt. Tisztára! Vannak ilyenek, szoktak is lenni. Ez a kamera se nem azért lett véve, a digitális fényképezőgép. Menjek a határba, és akkor a környezetet, ezt a tájat fényképezzem le más dolgokra. Ez megint ilyen munkásszó volt. Meg van romolva jucskán a szókincsem, képtelen leszek könyveket olvasgatni. Ez a kukorica. Látszik, hogy mennyire is nő. Van ilyen dumák. Ében várják, ha nem lesz bugya, se kukorica nem lesz. Azért, hogy az agyat, a földműves parasztnak az agyát lefogják. Most ilyen példa volt, de ugyanez van más témáka is. Ilyen szociális témáka. Az egyén nem bír máson gondolkodni, csak azon az egyen, ami az ért. Ami a foglalkozása neki. Az érdekelje a legjobban, a másik, minden ember megvan, mire fizessen a másiknak a mozi. Ugye ez ilyen elég jó pénz lehúzásos módszerek,
ilyen büdös szar, smokék, oké, chipszek, kis mű, vackok, így ezek az üdítőtalak is. Én itt mű, vacak. Volt Coca-Cola, Pepsi, mind-mind a gyönge elmeinek a manipuláltatására való. Tények. Nagyon. Az emberi agyat tudja folyásolni. Mondok egy egyszerű példát. Például eszed a iszol a Coca-Colát, vagy a Pepsit, vagy a Fantát. Mindegy, hogy mit mondom, mind akik szinte egy cégé az egész, vagy kettő-háromé, és más ízesítése van neki. Ugyanazok a 3-4 darab multicég van, megveszik a kisebbeket, termékeket más országokból, és akkor saját kérdez, itt van ez a Nestlé-t megemlíteni. Ez a videó össze arról szólt, hogy mennyire is az oktatási rendszerek be is lehet folyásolni a gyenge elmét. Mennyire is egyszerűen lehet. Hát, látozok. Csak itt. Nem vagyok most már is nagyon a formámban. Agyilag se. Úgy azt ad, hogy testtel meg nagy kapacitással lehet pénzt keresni. Ha nincs meg ez a kettő vagy három, akkor egyszerűen nem lehet pénzhez se jutni. Manapság köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!